Nem panaszkodhattak a szurkolók a megyei első osztály legutóbbi fordulójában, 40-szer zörrent meg a háló a 8 mérkőzésen. A Kisvárda 2 Balkány meccs 3-3-ra végződött, a Nagyhalász 8-1-re verte a Gyulaházát, a Mándok Nyírgyulaj találkozó pedig 1-1-es döntetlennel zárult. A Csenger hazai pályán kapott ki 4-1-re az Ibránytól, a Fehérgyarmat és a Baktaló Rendháza 2-2-re végzett, a Tiszakanyár 2-0-ra múlta felül a Nagyecsedet, a Vásárosnamény pedig Tiszavasvariból vitt el a 3 pontot 4-3-as győzelmével. A Tarpa Máté Szalka mérkőzés 3-2-es hazai sikerre zárult. Az első félidő az elég langyosra sikeredett, inkább csak focizgattunk, mint fociztunk volna. Több gyenge teljesítmény is akadt a csapatban. Máté Szalka szerezte meg a vezetést, ráadásul a 43. percben az egyik belső védőmet ki is állították. Szerencsére szünetbe tudtuk rendezni a sorokat. Elmondtam a fiúknak, hogy én még 10 emberrel is bízom a győzelemben, képesek rá, hogy megcsinálják. Nagyon jó hozzáállással mentünk ki a második félidőre, és sikerült is megfordítanunk a mérkőzést. A tabella élén az Ibránynál 18 ponttal megelőzve a 17 pontos Nagyhalászt és az egyaránt 16 pontos Nagyecsedet is Nyírgyulajt. A 12 ponttal hetedik helyezett Tarpa a következő fordulóban a 3 ponttal utolsó előtti helyen álló Gyulaházához látogat. A papírforma talán győzelmet ígér, a Gyulaháza most egy nagyobb vereségbe szaladt bele Nagyhalászba, viszont ilyenkor ez mindig kétélű lehet ez a dolog. Mi reméljük, hogy nem azt az arcát fogja majd mutatni a Gyulaháza, hogy csak azért is megmutatjuk, és hazai pályán mindent megteszünk a győzelemért, hanem egy kicsit megtöri őket ez a vereség, de nekünk igazából saját magunkkal kell foglalkozni, hogyha azt tudjuk nyújtani, amire képesek vagyunk, akkor Gyulaházán is meg tudjuk nyerni a mérkőzést. A 9. forduló további párosítása a következő: Máté Szalka Tiszavasvári, Vásárosnamény Mándok, Nyírgyulaj Csenger, Nagyecsed Kisvárda 2, Fehérgyarmat Tiszakanyár, Balkány Nagyhalász és Ibrány Baktaló Rendháza.